Február 14. Minthogy a törvényben a jövendőjóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Azért a világba bejövetelekor így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondtam, íme itt vagyok. A könyv fejezetében írva van rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Az ünnep szertartásai Krisztus munkásságát jelképezték. Izrael Egyiptomból való szabadulása a megváltást példázta. Ennek emléke volt a pászka ünnep. A megölt bárány, a kovásztalan kenyér és az első zsenge a megváltót jelképezte. Krisztus korában a húsvét megünneplése a legtöbb ember számára puszta formasággá süllyedt. De micsoda jelentősége volt Isten fia számára? A gyermek Jézus első ízben lépett be a templomba. Látta a fehér ruhás papokat, amint ünnepélyes szolgálatukat végezték. Szemlélte az oltáron vérző áldozatot. Együtt borult le imában a hívőkkel, mi alatt a tömjén felhő felszállt Isten elé. Tanúja volt a húsvéti Isten tisztelet mély benyomást keltő szertartásainak, amelyek értelmét napról napra világosabban látta. Minden mozzanat az ő életéhez kapcsolódott. Új érzések ébredtek benne. Csendben, elmerülten tanulmányozott egy nagy kérdést. Küldetésének rejtélye feltárult előtte. Ellen G. White, Jézus élete 56. oldal.